Sziasztok, Jelenek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy sztori alapú horrorjátékot hoztam el nektek. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor már most mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Hogyha netalán pedig valaki még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt? Na de itt is vagyunk már a játékunk menüjében. Mi ez a kis chilles zene? Hát erről van szó, rá is megyek a startra. Valami olyasmi egyébként a játékunknak a sztoria, hogy volt nekünk egy legeslegjobb barátunk méghozzá, Leo, aki 7 évvel ezelőtt rejtélyes módon eltűnt, és most 7 évvel az eltűnése után őt nagyon is halottnak nyilvánították, de nekünk van egy olyan érzetünk, hogy ő még életben van, annak ellenére, hogy a nyomozók bizony nem tudták megtalálni. Hát itt az ideje, hogy a kezünkbe vegyük az irányítást, értitek, és majd mi megkeressük. Nagyon remélem, hogy valami hasonló sztori lesz, hogy mit csinálsz. Léci, mondjátok azt, hogy nem ezekkel a paratagokkal vagyunk mi. Aha, és ezt már én irányítom. Mégis kinél vagyunk most? Ki ez a paratag? Ő nem Leo, ugye? Most ide jöttünk hozzá Leónak a cuccaiért? Ő tudja nagyon is jól, hogy mégis mennyire közel állt hozzánk Leo. Vezess óvatosan, oké? A legóvatosabban fogok, te is vigyázz magadra. Szia! Ő nagyon is furán viselkedik. Na de most akkor meg is kaptuk Leónak a cuccait. Eléggé fura, hogy pont így 7 év után hozzuk el ettől a tagtól, aki amúgy még mindig nem tudom, hogy mégis kicsoda, bár most nyilvánították, halottá, szóval biztos, hogy ezért eddig még reménykedtünk benne, hogy majd megtalálják, meg majd visszajön, és ez volt a játékunknak csupán a kis bevezetője, és van ám itt intrónk is, meg minden. Hát milyen hangulatos ez? És tudjátok, hamarosan majd szembe fogunk találkozni Leóval, aki kiderül, hogy igazából nem halt meg. Na de mégis mit csinálhatott 7 évig akkor? Meg miért nem vette fel velünk a kapcsolatot a legeslegjobb barátjával? Tudja, hogy akkor elrabolták? Vagy majd kiderülne, hogy a földön kívüliek vitték el? Aha, és ezt már mi irányítjuk. És akkor bizony tudjuk így csapatni a kis Verdánkkal. Csak nehogy átmenjek a szembesába, csak nehogy. A Szabályos Vezetés Mr. Robert-tel című videónkat láthatjátok. Nagyon, de nagyon az éjszaka közepe van most. Aha. Itt most el kéne kanyarodnunk mondjuk jobbra? Hát tisztára GTA! Miért van nekünk ott az, hogy 169 méterre van valami? Nem is értem, hogy az előbb mégis miért nem engedett minket ide bejönni, de most már szerencsére engedi, és hamarosan akkor gondolom, hogy haza is fogunk érni, nem, hanem bejövünk egy jó kis 7-Elevenbe, na a kaját fogunk venni vajon? És tudjátok, kiderül, hogy régen amúgy itt a környéken bandázhattunk Leóval. Hát most sajnálatos módon csak egyedül vagyunk itt. És Leo ki tudja, hogy mégis merre lehet. De a játékunkból ezt tudja, hogy ki fog derülni. Nasit kéne beszereznünk. Na de mégis miért? Mondjuk egy kis chips, az mindig jó. Kukorica konzerv nem kell nekünk. Aha. Rágó se kell nekünk, illetve pelenka sem. Milyen nasit szeretnél még? De fú, annyira utálom, amikor ilyen megoldások vannak. Hát rendes, mert találtam nasit, erre pedig még valamit kéne. Most amúgy fura lesz, hogyha ide jövök. És már meg is tudjuk venni. Hát de miért nem írtad nekem, hogy már jók vagyunk a chipszel? Szuper, ez 2 dolcs lesz. De várjunk csak! Mi a bajod, főnök? Te komolyan azt a chipset akarod megvenni?
amiben alig van szinte chips, csupán levegő? Aha, azért mit nem mondjak, jó kis eladó, hogy lebeszél minket a vásárlásról. Mi lenne akkor, hogyha inkább az én saját márkámat vennéd meg, amin dolgozok? De konkrétan szabadidődben készítettél egy saját chipset? 0% levegő van benne, és 100% chips. Illetve még egy kis reklámot is készített hozzá. Hát nem hinném, hogy engem érdekelne. Bocsi. Nem szeretnéd látni a reklámot, amit készítettem? Hát, ha akkor meggondolod magadat. Hát figyelj, nem köszi, de legyünk jó fejek, és akkor inkább arra megyek, hogy igen, szeretném látni Muti a reklámot. Azt hittem, hogy ő lesz majd benne meg minden. Mi ez a game? És miért ennyire beteg? És rendes, az ilyen amatőr grafikás játékon belül van egy élőszereplős reklám? És ezt így pult alól árulgatod? Vagy mizu? De kajakra! Nem tűnik ez túlságosan legálisnak, hát nem véletlenül villognak a reklámodban a szirénák, ugyanis hogyha ezt fogod folytatni, akkor nagyon is be fognak téged vinni. Azt hittem, hogy ebben a reklámban sokkal több minden fog a chipsről szólni. Hát így őszintén bevallva, haver, ez nem volt a legeslegkomolyabb reklám, de nem szeretnélek megbántani, a karakterünk mondja is, hogy mégis mi a fene. Kérlek, vedd meg! Lehet, hogy ezzel fogjuk elátkozni magunkat, de én nem veszem meg. Biztos, hogy nem veszem meg, hell na! Oké, akkor $2 lesz az a chips, amit választottál. Jó, most ide akkor gondolom, hogy be kell írnunk a $2, és akkor meg is vettük, de ne aggódj, hogyha netalán meggondolnád magadat, akkor tőlem mindig tudsz vásárolni. Nagyon furcsa nekem ez a csávó. Hát lehetséges, hogy Leo vásárolt, és amiatt esett valami baja. Jó, hogy mi nem vettünk. Mi van akkor, hogyha megmérgezett volna minket a chipszével, amelyet nagy eséllyel az otthoni pincéjében kotyvaszthatott? Hát ez a reklám is hogy nézett ki? De ő nagyon fura. És csoda, hogy még itt dolgozik. Bárhogyha ezt mindenkivel be fogja játszani, akkor nem hinném, hogy még sokáig itt fog dolgozni. Hát itt azért az irányítással vannak bajok, és az előbb majdnem elvittem egy oszlopot, sőt, ennek az oszlopnak is neki mentem, de nem probléma, ugyanis hatalmas nagy manőverek vannak itt, és el is indulunk hazafelé, ahol remélhetőleg biztonságban leszünk. De várjatok már, most akkor ilyen hatalmas nagy unboxingok lesznek, és gondolom, hogy akkor meg fogjuk nézni, hogy mégis milyen cuccokat hoztunk el, amelyek ugye az eltűnt barátunk, akit már halottnak nyilvánítottak, cuccai voltak. Na de hamarosan akkor haza is érkezünk, már csupán pár tíz méter, be is vesszük itt a kanyarokat, és akkor tökéletesen be is parkoltam ide. Nézzük is meg először szerintem itt kívülről a házunkat, meg a környéket. Nem tetszik nekem ez a környék. De most akkor nem kell dobozokat becipelni? Aha, egyből már be is tudunk menni. Csak ne legyen semmi jumpscare. Mi? Ez a játék egy gyerekkori rémálmon alapul? Hát az nem túl bíztató. Most mi megy a tévében? Tudjuk is közben enni a mi kis chipsünket. És kajakra ennyi a lakásunk? Hát nem túl megnyugtató. Most már ma éjszakára elég is volt a tévéből. Szóval megyünk is aludni? Vagy mit szeretnénk itt csinálni? Hát gondolom, hogy igen. Itt van nekünk a konyhánk. Aha, még mielőtt mennénk aludni, nem lenne hülyeség kibontani azokat a csomagokat, amelyeket most hoztunk. Ebben poszterek vannak. Mibe vagy fogunk találni valami rettentő hátborzongató dolgot? A másikban pedig egy számítógépes játék volt, amelyet a karakterünk ki szeretne próbálni. Hát bízzunk abban, hogy nem ez a játék miatt tűnt el a haverunk,
Hát itt én nem látok számítógépet, szóval nézzük is meg, hogy mi van nekünk itt a másik szobában, amely bizony a mi hálószobánk. Hát persze, hogy itt van a gépünk. És akkor helyezzük is be a játékot, és nézzünk is rá, hogy az elhunyt legeslegjobb haverunknak a cuccai között mégis mi volt. A nyilakkal, illetve az enterrel tudom irányítani, okés. Mi lesz ez a game? És most a játékon belül van nekünk egy játékunk. Az enterrel még itt semmit sem tudok csinálni. És persze, hogy a kis karakterünk egy erdőben van. Hát hol máshol is lehetne? Na de ki ez a tag itt? Tudja, hogy akkor ez is valami kis sztori alapú játék lesz. Az enterünk segítségével tudok interaktálni vele. Választanod kell. Mégis mi közül? És most tovább tudok haladni? De miért némult el teljesen a játékunknak a zenéje? Nem tetszik nekem ez a game. És most egy ilyen loopba kerülünk bele? És közben folyamatosan egyre sötétedik a játékunknak a képe. Na, itt pedig már egy másik tag van. Hát nagyon komolyan meg van ezt csinálva, ne vicceljetek. Na de mik közül kell választanom? Ő már meg fogja nekünk mondani? Ne folytasd ezt az utat. Hát te nekem ne mondd meg, hogy mégis mit csináljak. És folytatom, bár el tudnék menni visszafele is, de én nem hallgatok rá, hanem folytassuk is inkább ezt az utat. Mégis mi baj lehetne? Hát max eltűnünk mi is, mint a legjobb haverunk. Miért egyre parább ez a kis hang, ami a játékunk alatt van? Nagyon, de nagyon rossz előérzetem van. És bőven még azt is kinézem belőle, hogy lesz számít nekünk egy jumpscare. Na de ez a tag mégis ki lehet? Bele is tudok interaktálni? Ja, hogy bele nem tudok, csak így szépen el tudok sétálni előtte. Nagyon vigyáz a férfival a kabátban. Ő valami mutogatós bácsi lesz, vagy mi? De én megyek is tovább, minthogyha nem is láttunk volna semmit. És tudjátok, kiderülne, hogy a haverunk a játékon belül rekedt, és már itt van 7 éve, és senki sem játszott ezzel a gémmel, és ezért nem találhatták akkor a rendőrök. Mivel... Aha. Most nem tudok csinálni semmit, de mit ijesztek ezt te? Fú, és most valami, mintha nagyon is töltődne. De vágjátok, én már így naivan azt hiszem. Itt van a játékunk címe, szóval így naivan azt hiszem, hogy kifagyott az egész, erre pedig jön is a jumpscare, utána pedig töltődik, és a játékunk hamarosan valósággal válna. Mi? Várjatok már! Most bekerültünk mi is a játékba? És az a küldetésünk, hogy hagyjuk el a szobánkat. Nekem nem kell kétszer mondanod, én nagyon is elhagyom, és már itt sem vagyok. De mégis hova kerültünk most? Ne! És kajakra benne vagyunk a játékban, és beszívott minket a game? Az mondjuk probléma. És ezt a szöveget a karakterünk el tudja olvasni, csak én nem tudtam. A játék most kezdődik. Megvan már, hogy hova tűnhetett akkor a legeslegjobb haverunk. De mi is akkor el fogunk tűnni, mi? De nem, mi kivisszük ezt a gémet, és akkor nagyon is jó lesz nekünk, és túléljük. 4 különböző szint van itt, és hogyha netalán elbuknánk, akkor nekünk végünk lesz. De itt ilyen választási opcióink lesznek majd akkor folyamatosan, és ez interaktív gém lesz. Jó, ahhoz, hogy a pályát kivigyük, meg kell találnunk az ajtót. És akkor mindig az lesz a feladatunk, hogy különböző ajtókat kell keresnünk a következő pályához. De óvakodj az entitásoktól! Milyen entitásoktól, tesó? Nem akarom én ezt. És akkor most be is lépünk az első szintre, szóval különböző szörnyek lesznek itt, nekünk pedig ajtókat kell keresnünk. Jaj. És hogyha ez nem fog összejönni,
Akkor úgy fogjuk végezni, mint a legeslegjobb haverunk. Itt is van nekünk egy ajtó, szóval menjünk is be ezen is. Mégis mi baj történhetne? Hát persze, mi baj lehetne? Végül is ez csupán egy horror játék, és ide is kerültünk egy híd elé, hogyha jól látom. És mi betegen van elkészítve ez? De valami mocsár van alattunk? Hát rendes hallom, ahogy bugyborékol. Jó, nem lesz itt semmi entitás. Csak mi vagyunk itt, és full nyugodtak leszünk. Most oké, hogy szinte az orrom hegyeig sem látok el, de az nem számít. Ez egy nagyon szuper horror játék. Semmit sem jelent az sem, hogy suttognak a fülünkbe. Minket nem fog eltántorítani semmilyen szörny sem, ugyanis bőven benne van, hogy meg fogjuk majd most találni a legeslegjobb barátunkat, és ki fogjuk innen menekíteni. Az a lényeg. Na, most már mindjárt jön a következő szintünk. Miért volt nekünk kitáblázva, hogy rettentően óvatosan haladj errefele tovább? A hidunk még nem szakadt le meg semmi, szóval nagyon is jók vagyunk, na de van itt nekünk egy ilyen kis távcsövünk, bárcsak ne használtam volna, és bárcsak ne néztem volna körbe, ugyanis akkor megkíméltük volna magunkat egy traumától. Na de haladjunk is tovább. Itt pedig miért vannak már vérfoltok? Nyugi, nem lesz itt semmi baj. És mindig, amikor ezt kimondom, akkor szokott a baj lenni. Én csak megyek egyenesen, szépen, és folyamatosan egyre gyorsabban kéne, ugyanis nagyon is a nyomomban vannak a különböző entitások. De jól van, most legalább már látszódik, hogy a hidunk az víz felett van. Nem félek tőled, bármi is vagy. Most oké, ott van egy másik holttest. Teljesen hétköznapi ez. Nem fogsz megijeszteni, kedves játék. Hiába is mész arra. És tudjátok, pár másodperc múlva pedig ordítva felugrok, a szívemhez kapva a jumpscare után. De ezek a cuccok pedig két oldalt mégis mik? De most ez kajakra ennyi, hogy csak haladni kell szépen és egyenesen? Már jó, mert így legalább nem fogok eltévedni. Csak nehogy valami labirintusos téma legyen itt nekünk, most kajakra, itt át kell nekünk ugrani. Ugyanis van egy olyan rész, ahol a hidunk sérült, de mi megoldjuk és átugrunk, és haladunk is tovább. Annyira hamarosan fog jönni egy jumpscare, és annyira brutálisan rossz előérzetem van. Nektek is az van? Na de itt még egyszer ugranom kéne? Vagy most akkor sikeresen átkeltünk a folyón, és el is érkeztünk ide. Na várjatok, itt van nekünk egy gomb, amelyet most megnyomtam, és akkor valahova bemegyünk. Na de mégis hova? Aha, kinyitottuk ennek köszönhetően az ajtót, és akkor ez a gomb ezt nyitotta. Néha azt kívánom, hogy bárcsak becsukhatnám a szememet, és amint kinyitom, akkor sokkal egy biztonságosabb helyen lennénk, és nem lenne semmi sem para. Az mondjuk nem megnyugtató, hogy ilyen gondolatok forognak körülötted. Mi ez a sokszínes kör itt? És ezekkel, ahogy nézem, én nem tudok semmit sem kezdeni. Vagy mégis? És rá kéne jönnünk ám valami kis titkos kombinációra. Hát itt volt nekünk egy gomb, szóval én erre fel tovább tudtam haladni. Ó, van itt nekünk piros, zöld, kék, sárga, és akkor gondolom, hogy az összes szín mögött lesz egy szám, és az lesz nekünk a kódunk. Piros? Hát de mit kéne itt megszámolnunk? Jaj, kezdődnek ám itt a logikázgatások. Ja, hogy meg kéne számolnunk, hogy melyikből mennyi van, és akkor pirosból eddig láttam kettőt, szóval akkor a kódunknak az első szám kombinációja az kettő lesz. Várjatok, egy piros, kettő piros, három piros van összesen,
Szóval akkor 3-assal indítunk. A piros után pedig kell nekünk zöld. Sőt, tudjátok mit, felírom gyorsan a jegyzetekbe, hogy 3-as lesz nekünk az első kombinációnk. Nehogy az legyen, hogy elfelejtem, aztán még tovább szívjak vele. Annyira idegesít, hogy direkt úgy rakták ezeket a kis színes gombokat, hogy körbe kelljen mindig mennem, és ne legyen az elég, hogy csak megállok középen és leolvasom. Egy zöld, kettő zöld, jó, akkor 3-2 eddig a kódunk. Nézzük is meg, hogy most nekünk kéket kell keresni, a leges legvégén pedig a sárgát. Szóval innen induljunk is el, itt van egy kék nekünk, errefele nincsen, itt van 2 kék, 3 kék, 4 kék, jó, akkor a következő kombinációnk a 4, most pedig nézzük is végig a sárgákat, de minthogyha abból lett volna a legkevesebb, hát itt én nem látok egy sárgát sem, itt sem, illetve itt sem, akkor csupán ez az egyetlen egy sárga van, amely azt jelenti, hogy 3241 a kódunk. Na most imádkozzunk, hogy jól összehoztuk ezt, és hogy tényleg az lesz. 3241. Léci kedves játék, hát persze, hogy jó lesz! És már tovább is tudunk haladni. Jaj, de jó! Ez a lépcső pedig lefele vezet minket a semmibe. Ne! És most a karakterünk becsukta a szemét, mint amelyet az idézet mondott nekünk a leges legelején. Ráadásul én akkor tudom becsukni mostantól kezdve a szememet, amikor csak szeretném. Szóval, hogyha valami nagyon para rész lesz, akkor be kell majd csukni a szememet? Jaj, de jó! Ilyen megoldást sem láttam amúgy még horror játékban, pedig az elmúlt években már jó párral játszottunk itt a gameplay csatornán. Na de még mindig lejjebb kell mennünk? Hát lassan már a pokolban leszünk, annyira lent leszünk itt. De én megyek is szépen lassan, lejjebb és lejjebb. De tényleg nagyon érdekes, hogy be tudjuk csukni a szemünket. Rettentő kíváncsi vagyok, hogy mégis mikor kell majd. Mondjuk most, amikor durvább hang volt. Hát szerintem igen. És hogyha nem csukom be, akkor gondolom, hogy meghalunk. Na de én becsukom, és beflesselem, hogy jaj, ez csupán egy illúzió, és igazából nem tart minket fogságba egy videójáték. Hát persze, hogy nem. A legjobb barátunkat sem tüntette el. Jó, én most is becsuktam. De ez ér bármit is? Ki ez a tag itt? Ne! És nem lehetséges, hogy ő amúgy a leges legjobb haverunk? Ugyanis van egy eltűnt poszter ott. Hát de a karakterünk csak észrevette volna, és csak mondta volna, hogy figyú már, ő a Joe. Szóval akkor nem hinném, hogy ő volt a mi eltűnt haverunk. De akkor azt ebből megtudhattuk, hogy a haverunk nincsen egyedül, és ez a játék már rengeteg ember tüntetett el. És mi beteg lenne, hogyha ez a valóság lenne, és ha most nem sikerülne végigvinnem, akkor tudjátok, engem is eltűntetne! Annyira, de annyira nem szeretem ezeket, de most csukva kellett volna tartani a szememet? Vagy mit kellett volna csinálnom, kedves játék? Léci, mondd azt, hogy volt checkpoint. Szerintem nem volt. Vagy de? De nem már! És nem volt checkpoint, pedig már hosszas percek óta én jöttem lefelé. De akkor ez ilyen szituba, be kell csukni a szemünket. Jól van. Jó. Most kell majd akkor becsukni? Nagyon remélem, hogy ez már amúgy a második pályánknak a leges legvége lesz. Becsukjuk a szemünket. És akkor nem lesz itt semmi. Hát persze, hogy nem lesz. Léci, mondjátok azt, hogy hamarosan egy gomb pedig itt lesz, és akkor kinyitjuk a kövi ajtót is, és haladhatunk is tovább.
de amennyire szemetek, tuti, hogy lesz majd még egy hasonló kaliberű dolog. Ő ugyanaz az eltűnt emberke. Várjatok már, és egyre több poszter van itt már róla. Egyre bizarabb dolgok lesznek itt. Én nagyon is érzem. És tudjátok, mindjárt megtalálnák valakit felakasztva, vagy valakinek az ember maradványait, ráadásul a legeslegjobb haverunknak, hát ki tudja, ettől a játéktól bármi kitellik. Na de haladjunk is szépen, lefele és lefele. Becsuktam a szememet, és ahogy kinyitottam, ide is kerültünk, na de ők mégis kik? Meg mik? Most meg kéne keresnünk azt az ajtót, ahol bizony tovább tudunk haladni. Léci, mondd azt, hogy volt checkpoint. Jó, volt checkpoint, oké. Vagy folyamatosan be kell csukogatnunk az ajtókat. Hát szerintem akkor az lesz itt, aha. De tesó, miért nem tudom becsukni az ajtót? Ja, hogy az evel kell. Hát ezt miért nem mondtad nekem, kedves játék? Hát így egyszerű. Oké. Figyeljünk, ugyanis reflexjáték ez, nagyon is reflexjáték. Szuper, becsukom, 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 becsukom egyből. Nem fog minket semmilyen zombi megenni, ugyanis szemfülesek vagyunk, és minden nyitott ajtót észreveszünk. De fú, nem lesz már elég? Még mennyi ajtót csukjak be, de tényleg? Remélem, hogy 5 percen keresztül itt ajtókat fogok csukogatni. Most be van csukva az összes, ugye? Aha. De hát nem sokáig. Ugyanis nyílik is ki a kövi. Jó. Csukjuk ezt be. Na? Telik az idő? És akkor jó lesz nekünk? Aha. Megjelent itt középen egy ajtó, amelyen szerintem, hogyha kimegyünk, vissza fogunk menni a fő központba, ahonnan indultunk. Hát persze, hogy visszatérünk! És akkor sikeresen a második szintet is teljesítettük. Jöhet is akkor ennek örömére a harmadik, ami még ennél is durvább lesz. Hát kíváncsi lennék, hogy a legeslegjobb barátunk mégis melyiknél bukhatott el. Bízunk abban, hogy egyiknél sem, hanem mondjuk ezek után nem sokkal, és hamarosan majd akkor meg fogjuk találni. És bizony, meg fogjuk őt menekíteni, és mi leszünk a hősök, és össze fog nekünk az jönni, amely még a rendőröknek sem. Ugyanis valljuk be, nem találták meg 7 év alatt, ezért mi a kezünkbe vettük az irányítást, és mi nagyon is meg fogjuk találni. Hát értem, még egy videójátékba is belemegyünk. Ilyenek a legeslegjobb barátok. Mindent megtesznek a legjobb barátukért. Elég érdekes amúgy, hogy ennyivel másabb az összes szint. El is érkeztünk akkor a harmadik szintünkhöz. Már nem is emlékszem konkrétan, hogy mennyi is van összesen. Ez már az utolsó lesz akkor. És most nagyon is egy szellőzőben vagyunk. Én eljöttem inkább jobbra, ugyanis a jobb az mindig jobb. Köszönjük szépen! Bízunk abban, hogy jól döntöttem. Eléggé vontatott amúgy ez a rész. Csinálhatták volna egy kicsikét pörgősebbre is. Mert bőven benne van, hogy csak én vagyok túlságosan felpörögve. És nem tudok itt azonosulni a dolgokkal. Na de most ennek örömére elmegyek balra, ugyanis bőven benne van, hogy ugyanoda vitt minket vissza. Ez a jobbas útvonal, ahonnan indultunk. Na de, hogyha most balra fogunk elmenni, akkor már valaki üldözni fog itt minket, vagy Mizu? Miért csináltátok meg ennyire, de ennyire sötétre ezt a gémet? Az Isten áldjon titeket! Én nem merek magam mögé nézni, ugyanis tudod, hogy akkor valami durva jumpscare lenne, meg akkor azáltal le is lassulnánk. Szóval lehet, hogy pont amiatt halnánk meg. Én pedig nagyon nem szeretnék meghalni, és olyan sötét, hogy néha nehezen lehet kiigazodni, hogy mégis mikor kell elmenni valamelyik irányba, de egyelőre jól vettem az akadályokat. Na most elmentem itt jobbra, ugyanis már megint 2 választási lehetőségünk volt.
Bízunk abban, hogy jól döntöttem. A hideg futkos a hátamon az ilyen akció részektől, amikor is bármelyik pillanatban meghalhatunk. Meg direkt amúgy azért csinálják ennyire sötétre, hogy közelről kelljen néznem. És hogyha közelről nézem, és ne talán jönne egy jumpscare, akkor sokkal, de sokkal jobban megijedek. Na! Most akkor megvan és elmenekültünk az a szörny elől? Hát bízunk benne, hogy igen. Azért kemény fából faragtak minket, hogy mi ott leestünk és nem esett semmi bajunk. Na de errefele mutat nekünk a nyilunk. Szóval akkor jöjjünk is el errefele. Bár ki van nekünk kerítésezve, és másik irány nem is nagyon lenne. Itt is le kell majd zuhannunk, vagy mizu? Vagy jön megint valami kis logikai játék? Léci, mondjátok azt, hogy túléltük akkor a harmadik szintet is. Most lesz nekünk ilyen hatalmas nagy idézetes bölcsesség. Én kész vagyok, végeztem ezzel a játékkal, és most már sokkal jobban vagyok. Úgy érzem, hogy én egy teljesen másik ember lettem. Aha, szerintem pedig csak totálisan már bekattantál. Itt vagyunk a négyes szintnél, azon belül is pedig a Stage 2-ben. Itt csak errefele tudok menni? Vagy most jön az általam legutáltabb rész majd? És egy labirintus lesz itt? Várjatok már! Most benne vagyunk abban a játékban telibe, és azon a pályarészen, amelyet láttunk, amikor még gépen nyomadtuk. És tudok vele beszélni? Nem nagyon kéne vele szóbálnunk. Te vagy az egyetlen esélyünk, aki megmenthet minket. Hogy mit csinálsz? Az entitás játékosokat von be a valóságból ebbe a játékba, és őket fogyasszák el. Hát az mondjuk baj, nem is kicsit. Na de most felveszem ezt az orbot és megvizsgálom. Ő nem a mi legjobb haverunk? Nem, hanem ő Barney Gray, aki 1992. január 5-én tűnt el, és tudjátok, most folyamatosan itt lenne nekünk egy csomó ember, akit ez a játék szívott be, és egyben ölt is meg. Aha, itt is van akkor nekünk a következő orbunk. A hideg futkos amúgy ettől a lábamon. De a játékban őt is láthattuk, ő pedig 1993. szeptember 12-én tűnt el, leges legutoljára pedig akkor látták, amikor is megvásárolta a játékot. Tudjuk akkor már nagyon is jól, hogy mégis mi történt a mi leges legjobb barátunkkal, na de ő mégis mikor fog következni. Az a baj, hogy nem néztem azt, hogy időrendi sorrendben haladunk-e, na de mostantól kezdve megpróbálok ám arra is figyelni, na ő már a haverunk lesz? Aha, ő a haverunk és időrendi sorrendben haladunk, és 1995-ben tűnt el, ugyanis akkor szívta be a játék, és tudjátok, most jönne a mi orbunk, ugyanis mi is teljesen eltűnnénk. Tudsz bármit is Leo Williamsről? Hát persze, hogy tudok. Ő az, aki a leges legtovább jutott a játékban. Közel álltatok egymáshoz? Igen, ő volt az én leges legjobb barátom, és már 7 éve, hogy eltűnt. Hát akkor tudok neked segíteni, hogy kapcsolatba lépj vele. Ugyanis van egy glitch a játékban, és van valami spawnoló ajtó. Mi? És ez az ajtó visszajuttat téged a valóságba egy nagyon rövid időre. De akkor már semmi esélyünk sincs, hogy kijussunk innen. Csak valahogy majd fogunk találkozni a volt leges legjobb haverunkkal. Ahhoz, hogy ezt a glitchet létrehozzuk, spamelnünk kell a space-t. Ne! És ki tudja, hogy milyen szomorú lesz a vége, lehetséges, hogy el fogunk tőle köszönni, vagy valami. Most akkor tovább kell itt haladnunk? Szerintem nagyon nem. Aha, most kell spamelnünk a space-t, hogy jöjjön a glitch. Aha, meg is nyílt az ajtó, és vissza is megyünk a valóságba, és találkozni fogunk 7 év után a leges legjobb barátunkkal. Hát olyan lesz minden, mint hogyha tegnap találkoztunk volna, biztos vagyok benne.
és itt vagyunk a valóságban, de nincsen sok időnk, szóval sietnünk kell, nézzünk is be akkor a nappaliba, hát hogyha ott lesz, hát de ez a mi lakásunk, most ennek mi értelme volt? Vagy ki kell mennünk a házunkból majd, és akkor ne talán kocsival el kell mennünk a legeslegjobb barátunkhoz, és akkor még utoljára láthatjuk őt. Aha! Az a küldetésünk, hogy menjünk kocsival Leónak az utolsó helyére, ahol látták, amely pedig, mintha azt írta volna, még a játékon belül, hogy a hálószobája volt. Hát nagyon szomorú lesz ez a game. Hát lehetséges, hogy én itt sírni fogok, de tényleg. Hát milyen befejezés ez, hogy mi is konkrétan a játék csapdájába estünk, és totálisan beleragadtunk a játékba, ugyanúgy, ahogy a legeslegjobb haverunk, most fogjuk őt látni utoljára. Ja! Hogy őt nem is a szobájában láttak utoljára, hanem az egy másik eltűnt volt, ő igazából itt a tópartján játszott ezzel a játékkal, és itt tűnt el, illetve itt szívta őt be a számítógépe. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy olták meg a búcsút. Vagy most akkor az ő számítógépébe szívódunk be? És akkor egy játékmenetben leszünk vele? De minthogyha eddig is egy játékmenetben lettünk volna vele, azért nem értem. És elég érdekesen van ez megoldva. Player 2 csatlakozott is ez a második pályához. Én jövök, Leo, és most már bizony egy játékban vagyunk. Nagyon remélem, hogy vársz rám, és hogy neked is hiányoztam annyira, mint te nekem. Miért kapcsolta le valaki a villanyt? Nem tetszik ez nekem, és most pedig már teljesen máshova átteleportáltunk. Annyira elborult ez a játék, és folyamatosan meglépi itt a váratlant nekünk. És mindig olyan dolgokkal rukkol elő, amelyre nem is számítanánk, például most ezzel megjelent itt Leo. Kérdezzük is, hogy Leo? És tudjátok, totálisan be lenne már kattanva. Kérlek, segíts nekem! Én segítek, itt vagyok! De ne! Most végig kell majd néznünk, ahogy meghal! Hát de csak nem! Hova kerültünk? Most visszatértünk a valóságba ide a tó partjához? Vagy mi? Aha, itt én nem tudok semmit sem csinálni. Tudod, hogy lesz itt nekünk egy átvezetés? Ne! Hát boss fight van itt! Sok mindenre számítottam, de erre így őszintén szólva nem. Hát de hogyan tudok vele harcolni? És fú, miért ilyen hangos? Hát megsügetülök. Hát de... Nem is lehet amúgy szerintem őt legyőzni, de miért van akkor életcsíkja? Na várjatok, itt körbe tudunk menni. Hát, ha fel fogunk tudni akkor venni valami fegyvert, vagy lehetséges, hogy úgy kéne megcsinálnunk, hogy amikor lézerezik, akkor telibe az error üzenetet lézerezze át, és akkor úgy tud sebződni? Még én arra tudok gondolni. Na? Nem akarsz rám támadni? Mennyire elborult ez a game, de tényleg. Aha, és akkor most felvettem egy lelket, és ez nekem miért jó? Most akkor nem csak Leót szabadítjuk meg, hanem mindenkit meg fogok menteni, és mi leszünk itt a hősök? De fú, most a legeslegelső eltűnt embernek az orbjába mentünk be, és azon belül kell őt megkeresnünk, és itt ilyen össze-vissza labirintusok vannak, és összesen akkor 4 orbunk lesz, és mindegyikben meg kell keresni az embereket, és gondolom, hogy ez már a játékunknak a vége lesz, de nekem ehhez már tényleg nincsen türelmem. Hát mennyit kéne még itt szívni, de tényleg kedves játék. Nagyon, de nagyon vontatottra csinálták meg a végét. Szóval, hogyha nem haragszotok meg, szerintem zárjuk le itt ezt az egészet. Vegyük úgy, hogy megmentettük Leót, és hogy minden jó, és hogy mindketten nem haltunk bele egy számítógépes játékba. De szerintem ennek szomorú befejezése van. Aztán ki tudja, hogyha ne talán valaki vágna, mindenféleképpen írja le, én köszönöm a figyelmet, ennyi is lett volna ez a videó, hogyha bejött nektek, csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, addig is jók legyetek, szevasztok!